Sziasztok! A mai videóban egy olyan dolgot fogok csinálni, amit eddig még sohasem csináltam. Nevezetesen, hogy kibontok egy mystery boxot, amit az USA-ban rendeltem, és cirka egy hónap alatt meg is érkezett. Na most azt kell tudni erről a mystery boxról, hogy ez egy Avenged Sevenfold mörcsöket tartalmazó cucc. Az Avenged Sevenfold az egyik kedvenc külföldi, hát ilyen hard rock per metal együttesem, úgyhogy hogyha már ennyire szeretem őket, akkor nyilvánvalóan rendelek egy merchandise mystery boxot, amiben fogalmam sincs, hogy mi lesz, nyilván ezért mystery box. Szóval az egyetlen dolog, amit tudok, az az, hogy van benne valami póló, mivel M-es méretet meg kellett adni, mielőtt megrendeltem a csomagot. Ezen kívül viszont fogalmam sincs, hogy mi van benne, de hoztam a belezőkést, úgyhogy ki fogjuk bontani, és meg fogjuk nézni, hogy pontosan mit is foglal magában ez a mystery box. Ne is húzzuk tovább az időt, essünk neki. Szépen fölvágjuk rajta a celluxot. Hohoho, nyílik a csomag! Húhú, egy szép kis számla. Azt mondja, hogy hát ez mi akar lenni? Ez telefontok? Hát ilyen telefontok kezdetnek. Gondolom ez az. Majd ohohoho, jó kis sapka. Ez igen. Na, ez egy vagány sapka. Jó kis sevenfoldos felirattal. Vagy feliratta, hát ez a tipikus, ez a jelképük, ez a koponya. Összekócolta a hajamat, jaj. Akkor ez egy, nem tudom, egy ilyen fém könyvjelző, nem sörnyitó, meg könyvjelző is, ahogy látom. Ez a cucc, érdekes dizájnnal. Ó, egy pulcsi, hát vagyis hát póló, jó vastag póló, ilyen mintázatta, hátulja az ilyen, pirossal már ráírva. Amúgy esküszöm, jól néz ki. Jó, ez a igényesen fel van rá téve ez a festék, ez a póló minta. No, úgy nézem, megint csak bejött a dolog, mert van benne egy pulcsi is, ugye, amit ugye vártunk, hogy ilyesmik lesznek benne. Ez is egy meglepő módon sevenfoldos pulcsi. Ez ilyen The Stage World Tour merchandise. Ilyen van az elejére írva, és a hátulján van a lényeg, itt van a nagy... Tetszik? Így néz ki. Jól néz ki ez is. Azt kell mondjam. Hátulról, hogyha mész, akkor ebbe fognak látni. Illetve van itt nekünk még egy ilyen dögcédula, ahogy nézem, ez dögcédula, cucc. Nem tudom, mindjárt elolvasom, mi van ráírva. Igazából Black Rain, az egy EP-jüknek a címe, a Black Rain, az ugye azzal kapcsolatos merchandise. Igazából a Call of Duty-nak volt a zenéje. A Call of Duty zenéket belerakták egy ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen félig meddig album cuccba, és annak volt a neve a Black Rain, és akkor ez annak a merchandise-a. Ez a dög cédula. Ja. Mi van még itt? Ó, még vannak dolgok, várjál, még most jönnek a kisebb dolgok. Azt mondja, hogy... Egyébként durván megvámolták, tehát a vám, ez egy jó sztori, hogy például a vámnál nem tudtam megmondani, hogy mi lesz benne, mivel ez egy mystery box, és akkor azt kérdezték, hogy mi van benne. Hát mondom, honnan tudja, hogy mi van benne? Valószínűleg póló, pulcsi, de hogy azon kívül mi van benne, akár bicska is lehetett volna benne, szóval, hogy... Hát, hogy most a belezőkést megint előveszem. Azt mondja, hogy... Így. Na mi ez? Ez egy kitűző lesz, szerintem. Aha. Ó, ilyen kis koponyás kitűző. Kis jó pofácska, ilyen kis... Ki? Ez a izé?
Ez azt hiszem, hogy a Hail to the King-es, ilyen korona van a koponyán. Nem tudom, mennyire látszik a kamerában. De hát itt van még egy kis kitűző. Ez egy másik kitűzőcske. Szerintem ez a pólóra lehet kitűzni, gondolom, pulcsira. Meg nem tudom, amire akarod. Meg valószínűsége. Na, ez volt benne. És igazából így ennyi. Még van egy ilyen az alján. Van egy ilyen... Szerintem ez is hozzátartozik, ez nem csak ilyen díszítő elem. Nightmare. Nightmare-nek a borítóképe. Szerintem ez egy matrica. Nem? Hát, ha én azt tudnám, hogy ez mi... Nem tudom, hogy grafika vagy matrica vagy, nem tudom. Mindegy. Hát, ez volt a Mystery Boxban. Igazából így ennyi. Kiürült. No, remélem élveztétek a videót, és ha szeretnétek még látni ehhez hasonló Mystery Boxos, bármilyen más tematikájú Mystery Box kicsomagolást, akkor azt mindenképpen jelezzétek a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor csapd ki egy lájkot, és iratkozz fel, illetve Instagram és Facebookon is tudtok követni, linkek a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Mi legyen a téma, az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejeld meg!